Lakószövetségek létesítése célzó programot szervez az önkormányzat. Megérkeztek, hétfőtől osztják az Európai Uniós élelmiszercsomagokat. Nem kap idén állami támogatást a gyermekeknek és fiataloknak szánt szociális programokra a gyulafehérvári Caritas. Köszöntöm nézőinket, híreinket látják, ha tehetik, tartsanak velünk! Lakószövetségek megalakítását szorgalmazza a helyi önkormányzat. Ezek megléte ugyanis számos előnnyel járna az érintett tömbházlakók számára. A megalakulási eljárást érdemes azonban minél hamarabb elindítani, ehhez nyújtanak segítséget a polgármesteri hivatal ezzel megbízott munkatársai. Emellett pedig hamarosan tájékoztató jellegű lakossági fórumot is szerveznek. Lakossági fórumot szervez a helyi önkormányzat a lakószövetségek létrehozását illetően a Délvirág és a Forradalom negyedben élők számára. Több hónapja már, hogy a Gyergyószent Miklósi tömbház lakókat arra buzdítja az önkormányzat, hogy tömörüljenek lakószövetségekbe, hiszen az előrejelzések szerint az idei év folyamán kiírásra kerülnek azok a visszanemtérítendő támogatásról szóló pályázatok, amelyek a tömbházak rehabilitációjával kapcsolatosan Európai Uniós alapokat vagy országos alapokat adnának a tömbházlakóknak. Ebből a célból hirdettünk lakossági fórumot két lakónegyedben is, hiszen úgy a Forradalom negyedben, mind a Virág negyedben mozgolódnak a lakosok, többen is jártak érdeklődni a városházára. Pontosan azért, hogy tágabb körben az információkat el tudjuk juttatni a lakóknak, a polgármester úr és a városmenedzser asszony jelenlétével két lakossági fórumra kerül sor. A városvezetés kérése, hogy a lehetőség szerint minél többen jelenjenek meg ezeken a fórumokon. Fontos lenne továbbá, hogy minden lépcsőház részéről legalább a lépcsőház felelős megjelenjen. Január 27-én, kedden délután 5 órától a Délvirág negyed lakóit várják az egykori leányszálló, jelenleg a Batthyány Ignác Technikai Kollégium épület földszinti nagy termében. Február 3-án, szintén délután 5 órától pedig a Forradalom negyedben lakókkal találkoznak a polgármesteri hivatal munkatársai a Fogarasi Mihály általános iskola dísztermében. Az Észak-Virág negyed egyébként nemrégiben 25 tömbház társulásával megalapította a 4-es számú virágnegyedi lakószövetséget, ez példaértékű lépés lehet a többi lakónegyedek számára. Reális alapokon nyugszik a Csík-Csicsói repülőtér fejlesztési terve, egy már létezőt szeretnénk fejleszteni, jelentette ki tegnapi sajtótájékoztatóján Borboly Csaba. Számításokra hivatkozva elmondta, hogy a székelyföldi megyeszékhely és a magyar főváros közötti távolságon, figyelembe véve a busz- és vonatjegyárakat, illetve a személygépkocsi üzemanyagköltségét, nem tűnik elrugaszkodottnak egy közepes méretű repülőgéppel működő járat. Ugyanakkor fontos szempont a katasztrófa elhárítás és a légimentő szolgálatok lehetőségeinek bővítése is. Továbbá a reptérfejlesztés összekapcsolható egy ipari park fejlesztési tervével, és befektetőket vonzhat. A repülőtér ügyében az idei év prioritása a megvalósítási tanulmány elkészítetése és a működtető cég létrehozása. Hargita megye tanácsa jelenleg arról folytat konzultációsorozatot szakemberekkel, vállalkozókkal, önkormányzatokkal, hogy a magántulajdonban levő Csík-Csicsói füves repülőteret miként fejleszthetnék olyan szintre, Hargita Airport néven, hogy légi összeköttetést teremtsenek Székelyföld és Budapest, illetve Bukarest között. Ezeknek az egyeztetéseknek az eredménye a fejlesztési koncepció, amelyet a megvalósíthatósági tanulmány követne. Ennek elkészítésére keres támogatót a megyei tanács. Tegnap délben érkezett meg az első kamion, ami az Európai Uniós élelmiszercsomagokra szállította. A fénytelevíziós tábja ott volt ezekben a várva várt pillanatokban. Ma a segély további része is elért Gyergyószent Miklósra, így örömhír az érintetteknek, hogy miután az összes csomagot raktározzák a régi kórház épületében, jövő hétfőtől elkezdődik a támogatások kiosztása meghatározott rendben. Idén a támogatást a személyi jövedelem, nem pedig az egy főre eső családi bevétel alapján biztosítják. A jogosultak 6 kg lisztet, 6 kg kukoricalisztet, 4 liter olajat, 4 kg cukrot, 80 deka száraz tésztát, 8x30 deka disznó húskonzervet, 6x30 deka marha húskonzervet, 10x20 deka pástétomot kapnak. Élelmiszer támogatásra jogosultak a szociális segélyben részesülők, a rokkantak, a veteránok és volt hadifoglyok, a 400 lej alatti jövedelemmel rendelkező nyugdíjasok és a munkanélküliek közül csak azok, akik 400 lej alatti segéllyel rendelkeznek.
Újdonság, hogy a családi pótlékban részesülők is kapnak élelmiszertámogatást. A szükséges Európai Uniós támogatás mennyiség megérkezett, tehát így január 26-a és február 6-a között azokat várják, akik megkapták postai úton a jogosultságokat igazoló szelvényt. Ismeretes már az, hogy az idén változott a rendszer, országos szinten a szelvényeket kaptak a jogosult személyek egy központilag összeállított adatbázis alapján. Értelemszerű, hogy az adatbázis összeállítása óta sokan szereztek jogosultságot az élelmiszer támogatásra. Nem kell aggodalmaskodni, mindenki megkapja majd az élelmiszert. Az adatbázis szerint 2105 személy kapott szelvényt a városban, de tudomásunk van róla, hogy többen is akadnak olyanok, akik nem sikerült ezeket a szelvényeket átvegyék a postáról, vagy valamilyen okból nem is kerültek fel az adatbázisba. A szociális osztály már jelezte 159 személy esetén azt, hogy ezt a listát pótolni kell, és a pótlistán ennél több segélyt is kioszthatunk abban az esetben, amennyiben valaki a jogosultságot igazolni tudja. Hétfőtől péntekig 10 és 14 óra között vehető át a támogatás a régi kórház épületében. A szociális osztály munkatársai kérik, hogy a megfelelő beosztás szerint érkezzenek a csomagokért a jogosultak. Hétfőn a nyugdíjasokat és a speciális törvény által jogosultakat, például veteránokat várják. Kedden a családi pótlékosok, szerdán a munkanélküliek és a fogyatékosok kapják meg a támogatást. Csütörtökön és pénteken pedig mindkét héten a szociális segélyre jogosultak vehetik át az uniós élelmiszer segélyt. Annak érdekében, hogy a kiosztás gördülékenyen lefolyhasson, az első két hétben azokat várja a szociális osztály a régi kórház épületéhez, akiknek szelvénye van. Emellé fel kell mutatni a személyi igazolványt, és ezzel átvehető a két doboznyi alapélelmiszer, amelynek az értéke körülbelül 130 lejt tesz ki. A második felében a kiosztásnak, várhatóan február 9-től kezdődően, azokat várjuk, akik szelvényt ugyan valamilyen okból nem kaptak, de akár egy nyugdíjvégzéssel, akár a munkanélküliséget igazoló könyvecske másolatával, akár a fogyatékosságot megállapító bizottság által kiállított dokumentum másolatával igazolni tudják azt, hogy 400 lej alatti jövedelmet kapnak havonta, és ezekbe a kategóriákba tartoznak, ők is pótlistán megkaphatják majd ezeket a támogatásokat. Külön kiemelném a munkanélküli segélyes könyvecskével rendelkezőket, hogy nagyon fontos az, hogy ennek a könyvecskének az utolsó oldalát is fénymásolják le, hiszen ezen található egy kód, úgy egyébként ez az oldal üres, viszont erre a kódra is szüksége van a szakosztálynak ahhoz, hogy igazolni tudja, hogy milyen alapon adta ki ezt a támogatást. Jó, ha az érintettek szállítóeszközzel érkeznek, hiszen mindenki két lezárt dobozt vesz majd át, amelyek megközelítőleg 130 lej értékű alapélelmiszert tartalmaznak. Amennyiben nem tartózkodnak itthon, a támogatást hitelesített felhatalmazással átveheti valamely rokon, családtag vagy szomszéd is. Aki az adatbázis szerint megkapta a névre szóló szelvényt, de időközben elhunyt, azok nem jogosultak a csomagra, tehát a családtagnak ez esetben nem adható ki az élelem. Aki rendellenességet észlel a csomagok kibontásakor, az illetékesek kérik, jelezze. A csomagok lezárt dobozokban érkeztek, ezek az országosan meghirdetett alapélelmiszercsomagot tartalmazzák, tehát lisztet, kukoricalisztet, olajat, paradicsomkonzervet, húskonzerveket, pástétomot, amiket már régóta leközöltek a kormány és a minisztérium részéről. Arra kérjük azokat, akik ezeket átveszik, hogy amennyiben a csomagok belsejében rendellenességet észlelnek, akkor azt jelezzék a kollégáknak, hiszen mi sem láttuk ezeket a csomagokat kibontva, úgyhogy amennyiben rendellenesség van, arra kérjük, jelezzék nekünk, hogy mi is továbbíthassuk ezt a felsőbb szervek felé. A pótlistás támogatottak tehát várhatóan február 9-től jelentkezhetnek az Európai Uniós élelmiszercsomagokért. Egyházaknak szóló idei pályázati kiírásban Hargita megye tanácsa ökumenikus találkozók szervezését is támogatja. Pályázhatnak Hargita megyei történelmi egyházak, amelyek a román törvényeknek megfelelően vannak bejegyezve. A pályázatokat Hargita megye tanácsának területi irodáiban lehet benyújtani. A leadási határidő január 30-a. A pályázati űrlap Hargita megye tanácsa csíkszeredai székhelyének 206-os irodájában igényelhető, illetve a területi irodáknál és letölthető az egyházak.hargitamegye.ro honlapról. Megvonta a Szociális és Munkaügyi Tárca a gyulafehérvári Caritas gyermekeknek és fiataloknak szánt szociális programjainak támogatását.
Ezzel az intézkedéssel az állam több szolgáltatást sodort veszélybe, megtörténhet, hogy a szubvenció hiányában megszűnhetnek egyes programok. A gyergyói régióban több mint 100 ellátottat érintett a szolgáltatás kiesés. A Caritas munkatársai azonban bizakodóak, és minden szálon keresik a hiányok pótlását, és partnereik támogatására is számítanak. Az ország legnagyobb szociális szolgáltatásokat nyújtó civil szervezete több mint 1.200.000 lejjel kevesebb pénzből kell finanszírozza idén tevékenységeit. Míg 2013-ban a támogatás mértéke meghaladta a 3,5 millió lejt, addig 2015-re ez az összeg 2.289.236 lej. A gyulafehérvári Caritas programjainak működtetéséhez szükséges anyagi hátteret a helyi, illetve megyei önkormányzatok, a központi adminisztráció támogatásából, valamint szervezet által megpályázott összegekből teremtik elő évről évre. Az állami költségvetésből juttatott pénzösszegből a szervezet a programok teljes működési költségeinek 24-55%-át tudta fedezni. Az idei évre vonatkozó állami szubvenciót teljes mértékben megvonták a gyermekeknek és fiataloknak szánt szociális programaitól. Ez az intézkedés egyházmegye szinten a családtípusú gyermekotthonokat, a korai nevelő és fejlesztő központokat, a családsegítő szolgálatot, a hátrányos helyzetű gyermekeket és fiatalokat felkaroló programokat, a fogyatékos fiatalok nappali fejlesztő központját és a többi idős nappali foglalkoztatóit érinti. A most érintett 12 terület közül, aminek teljesen kivágták a finanszírozását, 2 tevékenykedik a Gyergyói medencében is, ez a családsegítő szolgálatunk és a korai nevelő, korai fejlesztő programunk, ezeket gyakorlatilag a költségvetésüknek felét tette ki az állami szubvenció, és ezt gyakorlatilag elseperték alóluk. A szűkösebb költségvetés miatt a Gyergyói medencében is több száz ellátott sorsa válik kétségessé. Most arról beszélünk, hogy egy szolgáltatást fent tudunk-e tartani, vagy nem. Tehát, hogyha fent tudjuk tartani, akkor mindenképpen valamilyen módon takaréklángra kell fogjuk, hogyha nem történik csoda, vagy ha nem lesz egy olyan összekapaszkodás, hogy annak ellenére is csak azért is tartjuk. De egy 40-50%-os érvágás az már komoly érvágás, az elvérzéshez tud vezetni. Tehát én nem akarok most jósolni, mert még túl kevéssé jártok körül ezt az egész kérdést. A szándékunk az, hogy tartsunk mindent. A tavaly egy éven keresztül tartottunk sok szolgáltatást annak ellenére, hogy komoly visszavágás volt. Ez a tavaly évi döntésünk és vállalásunk volt, hogy minden áldozatot meghozunk. Ezt teljesítettük. Az idénre is ilyen mértékű érvágásra bizonyos programok terén nem tudom még, hogy mi lesz. Akármit mondanék, csak blöfölnék. A probléma orvoslására megkeresik külföldi és belföldi partnereiket is. Nagyobb mértékű támogatást remélnek még a helyi önkormányzatoktól is, hogy ne kelljen a szolgáltatásaikat megszüntessék. Hargita megyében több mint 8800 ellátott van a szervezet által fenntartott szociális rendszerben. A gyergyói régióban, Gyergyószent Miklóson és a környező 8 településen 2600 állandó ellátott van, akiket 26 caritásos munkatárs gondoz. Nem csak a gyulafehérvári Caritastól vonták meg az állami támogatások egy részét, hanem más szociális téren tevékenykedő szervezetektől is. Múlt héten 150 civil szervezet fogott össze és küldött nyílt levelet Romana Plumb munkaügyi miniszternek, amelyben kérik, hogy tegyék átláthatóbbá az állami támogatások rendszerét, és indokolja meg, hogy miért utasították el a pályázataikat. A miniszternek küldött nyílt levélre 30 napon belül várnak választ. 15 új útadó ellenőrző kamerát szereltek fel tegnap. Az év során pedig 8 újabb megfigyelőpontot fognak létrehozni, közölte tegnap az Országos Útügyi Hatóság. Eddig 33 állandó ellenőrzőpontban és 14 mobil ellenőrzőpontban követték, hogy rendelkeznek-e az útadó matricával az autók. A 23 új ellenőrzőpont fejlesztésére után a legtöbb országút és autópálya le lesz fedve. Azok, akik útadó matrica nélkül közlekednek, akár 4500 lejes bírságot is kaphatnak. Vasárnap kezdődött az ökumenikus imahét Gyergyószent Miklóson. Az első nap minden felekezet saját templomában imádkozott, majd hétfőtől különböző templomokban, imaházakban gyűlnek össze a hívek. Az ima nyolcadnak is nevezett esemény több mint 100 éves és világszerte megtartják. Az egyetemes ima héten a Krisztus hívők egységéért imádkoznak, hogy ne legyenek közöttük szakadások.
Gyergyószent Miklóson is évek óta megtartják az ökumenikus rendezvénysorozatot. Elsőként január 19-én a Szent István Római Katolikus Templomban volt Szent Mise, ahol Novák Zsolt baptista lelkész tartotta a Szent Beszédet. Tegnap este az Örmény Katolikus Templomban gyűltek össze a különböző vallású hívek, hogy egymásnak kezet nyújtsanak. Ma a Református Templomban volt közös szertartás, majd az Unitárius és a Baptista Kápolnában lesznek szertartások. Szombaton a Szent Miklós Római Katolikus Templomban zárul a Gyergyószent Miklósi Egyetemes Imahét. Minden évben egy közös témára irányítja a figyelmet. A 2015-ös esztendő imahetének anyagát a Brazil Keresztény Egyházak Nemzeti Tanácsa készítette el. Az idei imahét meghívás az élő víz forrásához, Jézushoz. Jó, ha mi is átadjuk hitünk örömét a világnak, ahogyan a szamáriai asszony a Jézustól kapott vízzel ment a városba, és Sikem városát elárasztotta élő vízzel. Polgártársainak elmondta, hogy a Messiással találkozott a kútnál, és azok hittek neki. A kezdeményezés évszázadokra nyúlik vissza. 1740 körül Skóciában ismeretes egy olyan pünkösdi mozgalom, amely Észak-Amerikából indult és célul tűzte ki az imádkozást minden egyházért, minden egyházzal együtt. Ökumenikus imahetet első alkalommal Paul Watson, anglikán pap szervezett 1908-ban az Egyesült Államokban. Erre az alkalomra 1968 óta készítenek imafüzeteket, amelyeket elküldenek a világ minden tájára, hogy a helyi nyelvekre lefordítsák őket. Ez az időszak elsősorban imára szólít fel, Jézus követésére, aki azt kéri az atyától tanítványai számára, hogy legyenek egyek, hogy a világ hinni tudjon. Az ökumenikus útkeresés célja elsősorban a Krisztus hívők egysége, és a folytonos imán keresztül valósul meg. A Hargita megyei prefektúra statisztikái alapján tavaly vizsgára jelentkezők 4/5-ét utasították el. Azaz 14.604 jelentkezőnek 21%-át. Az arány 2013-as adatoknál is alacsonyabb, akkor 22,27%-nak sikerült első próbálkozásra járművezetői engedélyt szerezni. A kormányhivatal titkára Adrián Panescu az Ager Press kírügynökségének elmondta, szerinte a Hargita megyei autós iskolák képzésének alacsony színvonala és a vizsgára jelentkezők hiányos felkészülése a jelenség oka. A Hargita megyei oktatók cáfolják a statisztikai adatokat. Azt mondják, hogy a tanulókat rendszerint jóval az autós iskola tanfolyamának befejezése után fogadják a vizsgán. A KRESZ magyar fordításának minőségét is kifogásolják. Ezt tartják még sikertelen első próbálkozásokának. Ezek voltak már a híreink, perceken belül a Székely Konyha magazint láthatják nézőink. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket a képernyők elé, addig is szép estét, viszontlátásra! Stúdiónkat a Makó Virágüzlet varázsolta szebbé. Smink és frizura, szépségcenter. A bemondónőt öltöztette a West Dream divatbolt.